Úgy gondolom, hogy ez a Kurszki betörés egy gyűrűjét adott Oroszországnak arra, hogy eszkaláljon, és hogy olyan célpontokat támadjon meg, amik igen komoly civil szenvedést okoznak. És nem vagyok benne biztos, hogy az orosz lakosság szívesen vette volna, hogy ezeket a célpontokat Oroszország megtámadja a Kurszk nélkül. Tehát Kurszk egyfajta belső és külső legitimációt is adott Oroszországnak arra, hogy olyan célpontokat támadjon, amiket ezelőtt nem támadott volna, vagy olyan lépéseket tegyen majd a jövőben, amiket enélkül a betörés nélkül nem hajtott volna végre. És van itt még egy dolog, néha hallani elemzőktől, hogy hát Kurszk az csak egy próbálkozás volt, de fogunk látni hasonló ukrán próbálkozásokat a Belgorod irányába, meg stb. Most akkor ebben kapcsolatban megint csak azt tudom mondani, hogy ha van ott valami, amit az oroszok kénytelenek megvédeni, és semmilyen döntési szabadságuk nincs, akkor megéri. Ha nem, akkor lesz egy újabb zseb, ott is az oroszok zsebre vágnak ebbe a zsebbe egy kupac ukrán magas harcértéket képviselő alakulatot, ezeket az ukránok elvesztik, mert azok a csapatok, amik ott vannak Belgorodban vagy Kurszkban, ezekben a zsebekben, azok nincsenek az ukrán erődítményrendszerekben, Prokovsknál vagy Voledárnál vagy más hasonló helyen, és én azt hiszem, hogy az oroszok szempontjából, ami a háború megnyerését illeti, ez nem egy rossz dolog, mondjuk úgy. Ezen a sokat emlegetett eszkalációs létrán mekkora lépést jelent előre vagy fölfelé az olyan támadás, mint amit Poltavában láttunk, vagy ezért a Kijev elleni egyre erőteljesebb és rendszeresebbé váló rakétatámadások? Én úgy gondolom, hogy a poltavai támadásban nem látunk semmi olyat, amit ne látunk volna mind a két részről a háború folyamán. Amit viszont Kijevben látunk, az pont ugyanaz a tendencia, amit más háborúkban is láttunk a stratégiai bombázás terén. Tehát ez mindig nagyon specifikus, nagyon katonai célpontokkal kezdődik, aztán mikor ez ebben nem éri el a támadó fél a várt eredményt, akkor ilyen kettős felhasználású célpontokra nyergel át, mondjuk úgy, tehát hogyha tegnap a hadügyminisztériumot támadta, most akkor egy erőművet támadok, mert az a hadsereget is kiszolgálja, meg a civil szektort is, és a következő lépés az lesz, amikor tisztán civil rendeltetésű célpontokat fog támadni Oroszország. És én Kijevben egy igen komoly eszkalációs ugrást látok, vagy eszkalációs lépést legalább mindenképpen. Ugye a kurszki betörés mellett egy másik olyan lépés vagy lépés sorozat, amit Moszkva eszkalációnak és provokációnak tekintett. Ezek a nyugati megszólalások arról, hogy hát itt az ideje, hogy Ukrajnának szabad kezet adjunk a nekik átadott fegyvereknek a mélységi oroszországi bevetésében, amikben ugye eddig voltak megkötések, és erre volt Szergej Lavrov orosz külügyminiszternek egy kommentárja, hogy azt mondta, hogy nincs szükség arra, hogy viccelődjenek a vörös vonalainkkal, mert az amerikaiak pontosan tudják, hogy hol húztuk meg őket. Tényleg egyértelmű az, hogy hol vannak az oroszoknak a vörös vonalai? Mit kockáztatnak ezek a nyugati vezetők, akik szabad kezet akarnak adni Ukrajnának? Három dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban elmondani. Az első dolog az, hogy lehet viccelődni ezeken a vörös vonalakon, de hogyha visszatekintünk, ezeknek a orosz vörös vonalaknak a haszna nem az volt, hogy megakadályoztak bizonyos nyugati cselekedeteket, hanem az abban, hogy elhalasztották őket. Tehát azáltal, hogy az oroszok húztak egy vörös vonalat, és ezzel arra késztették a NATO-t, hogy egy bizonyos technológia átadást nem most tegye meg, mikor az ukránoknak szüksége lett volna rá, hanem majd 4 hónap múlva, 5 hónap múlva, klasszikus példa erre a páncélosok átadása például. Tehát az, hogy a németek nem egy óra alatt értek el a sisakoktól egészen a Taurus rakétákig, hanem mind a mai napig nem tették meg ezt az utat, ez pont ezeknek a vörös vonalaknak a hatása, mondjuk úgy, és én nem viccelődnék ezen, mert Ukrajna többé-kevésbé ezek miatt a vörös vonalak miatt vesztette el a háborút. Mert soha nem kapott eleget, soha nem kapott dolgokat időben, soha nem kapott dolgokat összehangoltan, mert mindig volt valaki, aki tartott ezektől a vörös vonalaktól. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ha ez az orosz elrettentés nem is volt vízhatlan, és előbb-utóbb ezeket a vörös vonalakat mindig átlépték, ez a fekvőrendőr jelleg ezeknek a vörös vonalaknak hatalmas súlyan nyom ebben a háborúban. És azt hiszem, hogy ez egy olyan dolog, amiről nem beszélünk eleget, de erről érdekes lehet doktorátusokat, disszertációkat lehetne erről írni, hogy hogyan lehet ezeket a vörös vonalakat felszámolni, hogy időt nyerjen velük az ember. Tehát ez az első dolog. A második dolog az, hogy én úgy gondolom, hogy a nyugati politika, hogy a vörös vonalaknak a haszna pont abban rejlik, hogy nem tudják pontosan, mit fog tenni Oroszország.
Tehát ez a bizonytalanság, ez az elrettentésnek a része. Az elrettentés az mindig három dologból áll, mondjuk úgy. Az egyik a képességek, a másik a szándék, és a harmadik pedig a kommunikáció. És az, hogy én nem kommunikálom teljesen egyértelműen az ellenfeleim felé, hogy mit fogok tenni, ha, ezt hívják elrettentésnek. Ez talán a legfontosabb dolog az elrettentésben, és én azt hiszem, hogy a nyugati politikusoknak a jelentős része nem tudja pontosan, hogy mit fog tenni Oroszország. Viszont van a kőkemény vörös vonalak, ez a harmadik dolog, amiről szeretnék beszélni, és erre célzott Lavrov. Tehát az Egyesült Államok pontosan tudja, hogy mi az a vörös vonal, amire Oroszország igen durván fog reagálni, mondjuk úgy. Azt hiszem, ezeket a vörös vonalakat nem is szándékoznak átlépni. Tehát én tudom, az orosz nukleáris rakéták telepítése Kubában egy ilyen vörös vonal volt az Egyesült Államok szempontjából. Mondjuk, hogyha amerikai rakétákat telepítenének, tudom én, Dnipróba, akkor valószínűleg az oroszok ugyanígy fognak reagálni rá. Tehát ezek lennének azok a kemény vörös vonal. Tekinthető ilyen reakciónak az is, hogy a hírek szerint az orosz nukleáris doktrinát is egy új helyzethez alkalmazkodva akarják módosítani. Ez adhat például ilyen plusz elrettentést? De mindenképpen, ugyanakkor ez teljesen beleillik egy általános képbe. Tehát a világ 2024-ben nem ugyanaz a világ, ami 2022. januárjában volt. Ez egy teljesen másmilyen világ. És látjuk azt, hogy ebben a 2,5 évben nem csak Oroszország, hanem Kína is, az Egyesült Államok is, Irán is, és más atomhatalmak is, vagy kvázi atomhatalmak újra gondolták, újra fogalmazták, vagy elkezdték újra fogalmazni a nukleáris doktrínáikat, Franciaország. Tehát látunk, szinte minden atomhatalom igyekszik alkalmazkodni ehhez a megváltozott világhoz, és ezt látjuk úgy a nukleáris doktrínában, mint a nukleáris fegyverkezésben. Hirtelen mindenki arról beszél, hogy újra atomkísérletek kerüljenek, új atomtölteteket kéne gyártani, új célba juttató eszközök. Tehát látjuk azt, hogy az egész nukleáris gépezet, amelyik úgy állt, mint egy ilyen régi steampunk rajzban, festményben, vagy egy filmben, ott ezek a régi gépezetek ott álltak, egy ilyen Jules Verne-féle gépezet, és akkor leporolják le a pókhálókat, letörlik róluk, és akkor beindítják azt a hatalmas, elkezdett működni ez a hatalmas steampunk gépezet, és ez gyártja ezeket a nukleáris doktrinákat, fegyvereket, célba juttató eszközöket, és ezt látjuk mindenütt, ezt a gépezetet működni. Augusztus elején ugye nagy eufóriával fogadták Ukrajnában az F-16-osoknak a megérkezését, láttunk felvételeket, hogy Zelenszkij elnök is beült a pilóta fülkébe. Aztán utána rá kevesebb, mint két hétre jött a hír, hogy az első F-16-ost le is lőtték, vagy lezuhant, az biztos, hogy lezuhant, és a pilóta életét vesztette. A körülmények nem teljesen tisztázottak, amennyire tudom. Ez visszahozza egy kicsit a földre azokat a várakozásokat, hogy majd valamilyen új csodafegyver, Wunderwaffe fogja Ukrajnának megnyerni ezt a háborút? Én úgy gondolom, hogy azok, akik realisták, azok soha nem gondoltak semmilyen fegyverről, akár az orosz, akár az ukrán oldalon, hogy egyetlen egy fegyver, egy technológiai meglepetés meg fogja nyerni ezt a háborút. Ami pedig ezt az F-16-ost illeti, ezzel kapcsolatban is végtelen sok elmélet volt, hogy mi történt ezzel az eszközzel. Amit tudunk, hogy egy ilyen F-16-os lezuhant, és azt is tudjuk, hogy kirúgták az ukrán légierőnek a vezetőjét. És én ebből arra következtetek, hogy egy olyan, valószínűleg egy olyan hibáról van szó, ami elkerülhető lett volna, mert különben nem vonták volna személyesen felelősségre, és egy szisztémikus hibáról van szó. Mert tudom én, hogyha elszakadt, tudom én, a kuplungnak a kábele az F-16-oson, és ezért zuhant le az F-16-os, ezért valószínűleg nem lehetett volna hibáztatni a légierő parancsnokát. Viszont ha egy Patriot üteg lőtte le ezt az F-16-ost, akkor az azt jelenti, hogy ott valami rosszul van menedzselve. Nem egy új dolog van. Más háborúkban is láttuk ezeket a dolgokat, nem csak háborúkban. És az egyik legkomikusabb, ha így lehet nevezni, ilyen eset az volt, mikor a Francis Gary Powers átrepült az U-2-es repülőgépével Sverdlovszk fölött, az oroszok megpróbálták elfogni, és több vadászgépüket lelőtték a saját légvédelmi rakétáikkal, ameddig sikerült a végén eltalálni az U-2-est, és akkor Francis Gary Powers fogságba esett. Azt lehet mondani, hogy azért a mostani háborúnak van egy olyan fegyverfajta, ami, ha úgy lehet mondani, akkor a nagy nyertese, ezek ugye a drónok, a drónoknak a szerepe az, ami kiemelkedővé vált, vagy meghatározóvá vált. Ebben láthatunk-e új fejleményeket, fejlesztéseket? Olvastam egy olyan hírt, hogy
ilyen gép, drónokra szerelt gépfegyverek is most már bevetésre kerültek, valamilyen hibrid formájukban. Úgy gondolom, hogy ha van egy nagy változás, egy nagy forradalom ebben a háborúban, az, hogy a háború előtt a drónok az egyfajta olyan kuriózum volt. Gyakorlatilag egy zárvány volt valahol a hadseregek mellett. Tehát voltak felderítő drónok, voltak támadó drónok, de ez egy valahogy ott léteztek a meglévő fegyverrendszerek mellett. És amit most látunk, az azt látjuk, a drónok mindenütt ott vannak. Tehát most, mikor tartalékos szolgálatom voltam, volt egy külön zsebem a málha mellényen, ami egy mikrodrónt lehet beletenni. Ugye arra, hogy benézzen a 50 méter vagy 100 méter előre a házba. Vannak robotkutyák. Láttuk ezeket a robotkutyáknak az alkalmazását az alagutakban. Láttunk különböző méretű felderítő és támadó drónokat, szárazföldi tengeri drónokat látunk, tenger alatti drónokat látunk, és gyakorlatilag a műholdak azok a világűrben közlekedő drónok, tehát úgyis föl lehet őket fogni. Tehát azt látjuk, hogy a drónok mindenütt ott vannak, és mindent csinálnak, és mindenben segítenek. Ugyanakkor újra el kell mondani ezzel kapcsolatban, épp úgy, hogy a kiber is szinte mindenütt jelen van, de nem sikerült, ez nem volt az a fecske, amelyik elhozta a tavaszt, a drónok se nyerték meg a háborút. És azok, akik ezeket a drónrajokat vizionálták majd, hogy megtámadnak célpontokat, nem vették számításba, hogy minél nagyobb egy ilyen drónraj, annál könnyebben észlelhető. Tehát egy magányos drón át tud csúszni egy légvédelmi rendszer alatt, mikor küldünk 100 ilyet, akkor az már előbb-utóbb szemet szúr valakinek. És ha megnézzük a másik hadszínteret, ugye Donbassról Putyin szintén ezen a iskolai rendezvényen, beszélgetésen azt mondta, hogy hát itt korábban 1-2-300 méterekről volt szó, de előre nyomulásban, most már négyzetkilométereket vesz birtokában apró napra az orosz hadsereg. Ez egyrészt mennyire reális ez a helyzetértékelés, és hogy ha igen, akkor mi ennek a következménye, visszavonulásra kényszerülnek-e az ukránok emiatt? Látjuk, hogy ez teljesen reális, látjuk azt, hogy a felgyorsultak a dolgok, ez még a kurszki támadás előtt felgyorsultak a dolgok. Tehát ezt észrevételeztem én is, azt hiszem talán egy hónappal a kurszki támadás előtt, hogy valami megváltozott a háború dinamikájában, és az egyik dolog, ami megváltozott, hogy ennek az állásháborúnak a jellege. Most itt van egy mitosz, amit félre kell tenni. Sokan úgy beszélnek erről a háborúról, mint állásháborúról. Ez soha nem volt egy teljes állásháború. A taktikai szinten mindig voltak mozgások. Amiket nem látunk nagy mozgásokat a műveleti téren. Nagyon ritkák voltak mondjuk ezek a mozgások a műveleti szinten. És ezt látjuk, hogy a egyre nagyobb, magasabb szinteken látunk mozgásokat, különösen az orosz részről a Donbaszban, de ugyanakkor az ukrán részről is Oroszország felé, tehát a Kurszkban is látunk egy ilyen igen gyors mozgást a műveleti szinten, és a másik dolog, amit láttunk, ennek a mozgásnak a sebessége fölgyorsult. Tehát mikor egy nap már ilyen kilométeres nagyságrendben számoljuk ezt az előrehaladást, és voltak ilyen napok mondjuk Oroszország számára, akkor ez már nagyjából beleillik a két világháborúnak, meg a koreai háború, közel-keleti háborúknak a sémájába. Tehát a legtöbb közel-keleti háború is, a kivételeket nem számítva, hatnapos háború, vagy az elsőből beli háború, tehát általában sokkal lassabb volt az előrehaladás, 3-4 kilométer, 5 kilométer egy nap, ezek voltak a normák. Ugye Putyin elnök ellátogatott Mongóliába, és erre azért figyeltek oda nagyon sok helyen, mert érvényben van a Nemzetközi Büntetőbíróságnak az elfogadási parancsa Putyinnal szemben, és Mongólia ennek az intézménynek a tagja, társult tagja, tehát elvileg kötelessége lett volna végrehajtani ezt a rendelkezést, ez nem történt meg, ehelyett kiemelt tisztelettel és megbecsüléssel fogadták az orosz elnököt. Mi bírhatta rá Putyint, hogy nyilván megvoltak a garanciákat, megkapta azzal kapcsolatban, hogy nem kell a bilincstől tartani a repülőtéren, mint Pavel Durovnak, a Telegram vezetőjének Párizsban, de lehet azt mondani, hogy talán azért vállalta be ezt az utazást, hogy bebizonyítsa országvilág előtt, hogy ez a ICC, a Nemzetközi Büntetőbíróság egy fogadtan oroszlán? Igen, abszolút. Én azt hiszem, hogy itt nem csak az ICC-ről van szó, hanem itt az egész úgynevezett szabályokon alapuló világrendről, aminek ez csak egy szimptomája. Amikor látjuk, hogy ez nem működik, akkor valószínűleg a többi alkatrésze sem működik ennek a rendszernek. Egyébként nem ez volt az első alkalom, mikor a szudáni vezető ellátogatott Dél-Afrikába, Dél-Afrika se tartóztatta le a szudáni vezetőt. Tehát
Én úgy gondolom, hogy ezek az intézmények amúgy is annyira túlpolitizáltak és annyira diszfunkcionálisak, hogy minél hamarabb eltemetjük őket, annál jobb lesz. Tehát ez inkább a politikai csatározásoknak az arénája, mint egy valóban jogi jellegű intézmény, vagy mint egy ez nem egy valódi bíróság, vagy magyarul egyszerűen fejezzük ki magunkat. Ez egy kenguru bíróság, ez egy mese, ez egy politikai színház, ahol a játékot játszák, ennyi az egész. Ugye már szeptember 5-e van, az amerikai elnökválasztás pedig november 5-én rendezik, 2 hónap van hátra. Az ukrajnai háború szempontjából mi a jelentőség annak, hogy itt a célegyenesbe fordult a kampány, és hát legalábbis a jelenlegi felmérések úgy mutatják, hogy mintha nagyobb esélye lenne a korábbiakhoz képest, mindenképpen nagyobb esélye lenne Kamala Harrisnek arra, hogy ő nyerje meg az elnökválasztást. Úgy gondolom, hogy ez az elnökválasztási kampány drámaian leszűkíti a két jelöltnek a mozgásterét, mint Ukrajnának a mozgásterét. Tehát teljesen egyértelmű, hogy mi az a végkimenetel, amit Ukrajna szeretne, és nagyon kell vigyázniuk arra, hogy ne tegyenek olyan lépéseket, amik kárt okoznak ennek az ügynek. Tehát Ukrajnának, épp úgy, mint Izraelnek, Ukrajnának is a lehetőségében áll valószínűleg megkoronázni Donald Trumpot, mondjuk úgy, bizonyos lépésekkel. Tehát tehetnek olyan lépéseket, amik oda vezethetnek, hogy a jelenlegi Biden-Harris adminisztráció elveszíti a választásokat. Tehát semmi különösebb nehézséget nem látok abban, hogy olyan lépést tegyenek, amivel el tudják veszíteni a választásokat. Ugyanakkor ez a különleges helyzet megköti Kamala Harrisnak is, vagy a Biden-Harris adminisztrációnak a kezét. Mert figyelembe kell venniük az egyre háború ellenesebb hangulatot Amerikában is, különösen a szélső balon meg a szélső jobb oldalon, és számolniuk kell ezzel a dologgal, és esetleg olyan lépéseket, amit különben meglépnének, nem fognak meglépni. Arról nem is beszélve, hogy a republikánusok se engedhetik meg magukat, hogy a célegyenesben bármilyen olyan lépést tegyenek, ami segít, vagy megemeli a jelenlegi demokrata adminisztrációnak a presztízsét. Tehát ilyen szempontból is én azt hiszem, hogy ameddig a választások le nem csengenek novemberig, Ukrajna igen nagy veszélyben van, mondjuk úgy. Van egy másik szempont is, amit szoktak emlegetni, hogy nevezetesen, hogy Amerikának nincs elég kapacitása arra, hogy egyszerre több háborút vívjon. És azt láthatjuk azért a kampány beszédekből is, meg programokból is, hogy mind Harrisnek és mind Trumpnak azért sokkal nagyobb fejfájást okoz Kína az elkövetkező időben, vagy akár már jelenleg is, mint Ukrajna. Ez hogyan befolyásolja azt, ami Ukrajnában történik? Ezt már többször elmondtam, hogy Ukrajna egyáltalán nem fontos az Egyesült Államok számára. Egy olyan projekt, amelyik nice to have, ahogy mondják angolul, hogyha van, akkor jó, ha nincs, akkor se a világ vége. Ez nem igaz Európával kapcsolat, de Európa számára ez sokkal érzékenyebb dolog. Az amerikaiak szempontjából Ukrajna nem egy számottevő tétel. Látjuk azt, hogy az Egyesült Államok, és ez talán Trump külpolitikájának a legnagyobb hozadéka, még nagyobb, mint az ábrahámi egyezmények is. Hogy manapság már nincs vita a két nagy amerikai párt között, hogy ki az ellensége Amerikának, ki a legfontosabb ellensége Amerikának. Tehát ez az Obama években még lehetett vitatkozni ezekről a dolgokról, Oroszországgal kapcsolatban is volt ez a híres reset, Obamának a resetje, látjuk, hogy milyen jól sikerült, és még egy csodálatos siker az Obama adminisztrációnak. És ez volt a Trump adminisztrációnak a legfontosabb hozadéka, hogy gyakorlatilag mind a két párt fölismerte, hogy a legfontosabb ellenfele az Egyesült Államoknak, legveszélyesebb ellenfele ez Kína, és ehhez mérten fogják irányítani a politikájukat. Tehát látjuk azt, hogy minden a celofán megváltozott, mikor a Trump adminisztrációt a Biden adminisztráció felváltotta, de ezek a Kína ellenes lépések csak még jobban bekeményedtek Biden alatt. Nagyon érdekes kontinuitást látunk itt. Bár láttunk volna egyéb területeken is hasonló kontinuitást, de Kína az egyik olyan pont, amiben a demokraták és a republikánusok egyet tudnak érteni nagyjából. De nem tudom, Európa minden második szavával azt
súlykolja Izraelnek, hogy Izraelnek le kéne zárni a háborút, tűzszünetet kéne kötni. Most akkor ezt mondom én is, Európának le kéne zárni a háborút, tűzszünetet kéne kötni, stb. Tehát látjuk azt, hogy az A forgatókönyv nem sikerült, akkor szükség lenne egy B tervre is, mert ez az A terv egyre inkább besavanyodik. Csak ezt tudom mondani Európának, hogy kössenek kompromisszumot, meg elég volt a vérontásból, meg a népirtásból, meg a stb. Én azt hiszem, hogy ha objektíven nézzük számszerűen nézzük a dolgokat, akkor az egész közel-keleti háború a közelében nem ér annak a pusztulásnak, az áldozatok számának, amit az ukrán háborúban, az ukrán-orosz háborúban láttunk, és ennek igen komoly sara van Európának. Tehát az a több százezer halott, ennek a vérnek egy jelentős része az európai politikusoknak a fejére száll. Tehát mielőtt másoknak prédikálnak háborúval, meg hasonló dologgal, meg a béke fontosságával kapcsolatban, talán csináljanak rendet a saját hálószobájukban, ahogy Jordan Peterson javasolta. We'll be right back.